Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek fenntartásai vannak az öt afrikai ország, Egyiptom, Dél-Afrika, Szenegál, Zambia és a Komor-szigetek állam és kormányfőinek ukrajnai békekezdeményezésével kapcsolatban, amelyet pénteki kijevi találkozójukon vitattak meg a vezetők. Zelenszkij úgy kommentálta az afrikai vezetők békét sürgető felhívását, valamint hogy az afrikai vezetők az ukrán fővárosból egyenesen Moszkvába utaztak, hogy ez az ő döntésük. Hogy észszerű-e, azt nem igazán értem, tette hozzá az államfő. Cyril Ramaphosa, dél-afrikai elnök úgy nyilatkozott, hogy ismételten fel fogják hívni Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmét az ENSZ alapokmányára, amely kötelezi a tagállamokat más országok területi integritásának tiszteletben tartására. Az Egyesült Államok 205 millió dollár értékű újabb humanitárius segítségnyújtást jelentett be pénteken az ukrán állampolgárok, illetve magában Ukrajnában vagy a menekülteket ellátó országokban működő segélyszervezetek számára. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a humanitárius segítség olyan nélkülözhetetlen dolgokat jelent, mint az élelmiszer, az ivóvíz, oktatás, egészségügy, munkalehetőség, jogsegélyszolgálat, menekültszállás. A támogatás az Egyesült Államok nemzetközi és nem kormányzati partnerein keresztül jut el a rászorulókhoz a régióban, írták. A közlemény rámutat arra, hogy az ukrajnai háború kirobbanása óta több mint 6 millióan menekültek el az országból, 5 millióan pedig a határokon belül kerestek menedéket, de a háború által sújtott lakosságszám ennél jóval nagyobb. Az Egyesült Államok humanitárius segítsége tavaly október óta meghaladja a 600 millió dollárt, és ez egyúttal elismerése azon országok nagylelkűségének, amelyek befogadják és támogatják a menekülteket, olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében. Vlagyimir Putyin orosz elnök állításait, miszerint az első orosz atomfegyverek megérkeztek Belarusba, nagyon-nagyon komolyan kell venni, mondta Ukrajna brit nagykövete a CNN-nek, írja a Sky News. Vagyim Pristajko szerint az Oroszországgal szoros szövetséges Belarus felfegyverzése, a nemzetközi megállapodások megsértése és a nyugat zsarolására tett kísérlet. Úgy gondolom, hogy a nyugatnak ezt nagyon-nagyon komolyan kell vennie, mondta. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna az orosz elnök fenyegetésének tekinti-e, hogy az elkövetkező hónapokban atomfegyvereket vett be, Pristajko úgy válaszolt. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkat zsarolt. Elsősorban az ukránokat, de aztán az európaiakat, az amerikaiakat és minden partnerünket szerte a világon. Piotr Pavel csehország elnöke a Rádió Szvobodának adott interjújában elmondta, két forgatókönyv alapján nyújthatnak a nyugati szövetségesek biztonsági garanciákat Ukrajnának. Az egyik a Finnországnak a csatlakozás ratifikációs folyamatának kezdete óta megadott garanciák. Egy másik megközelítést alkalmaznak a biztonsági garanciák tekintetében Izrael esetében. Talán valami köztes megoldás lesz, jegyezte meg Pavel. A cseh elnök elmondása szerint nagyon határozott nyilatkozatokra számít Ukrajna támogatásával kapcsolatban a NATO vilniuszi csúcs találkozóján. Pavel hozzátette, hogy arra számít, hogy a jelenlegi Ukrajna-NATO bizottságot a tanács szintjére emelik, ami ezen a fórumon Ukrajnát egy sokkal jobb státuszban tünteti fel. Nyilvánvaló, hogy a csatlakozási folyamat nem kezdődhet meg, amíg az ország háborúban áll. De szilárd meggyőződésem, hogy minden vezető érti és tudja, hogy Ukrajna NATO és EU tagsága valószínűleg az egyetlen garancia a térség stabilitására, mind a NATO, mind az EU megerősödése, valamint Oroszország agresszív politikája elrettentésére, emelte ki Pavel. Mi munkánk azóta 16-17-től elsősorban az, hogy a vállalkozókat, határon túli magyar vállalkozókat megszólítsuk. A legfontosabb az, hogy az elmúlt 10-12 évben elért eredményeket meg tudjuk őrizni. Erről beszélt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 8. Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozójának megnyitóján Mezőkövesden. Potápi Árpád János úgy fogalmazott, nagy dolog, ha az eredményeket meg tudják védeni, hiszen 2020-tól alapvetően változott meg a világ, főleg Közép-Európában, amihez alkalmazkodnunk kell. Ha sikerül megőrizni az eredményeket és keményen dolgozunk, akkor közösen ezen a nehézségen is túl leszünk, és a gazdaság továbbra is gyorsan tud növekedni, mondta az államtitkár.
Köszöntőjében arról is beszélt, hogy a kezdeményezést a Külgazdasági és Külügyminisztérium valósítja meg a külhoni partnereken keresztül, de gyakorlatilag a magyar kormány támogatja a vállalkozókat annak érdekében, hogy azok magyar embereket foglalkoztatva hozzájáruljanak ahhoz, hogy a magyar embereknek ne kelljen elhagyniuk a szülőföldjüket a boldogulásuk érdekében. A legfőbb eredménye az, hogy nem csak üzleti kapcsolatok születtek meg az elmúlt években, hanem abban a körben, ahol ismerik ezt a találkozót, illetve ismerik a programjainkat, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy amellett, hogy üzletfelei egymásnak, barátai is egymásnak, és ami bennünket leginkább összeköt itt Mezőkövesden is, az az, hogy magyarok vagyunk. Egy azonos cél érdekében dolgozunk, ez pedig a magyarságnak a megerősítése. A vállalkozásokat is azért kezdtük el támogatni a Kárpát-medencében, mert látjuk azt, hogy a magyar vállalkozók magyar embereket foglalkoztatnak, és hogyha őket erősítjük, akkor az egész magyar nemzetet erősítjük. Biztos, hogy sikeres ez a találkozó, hiszen másfél óra alatt betelt a jelentkezés, elkelt mind a 200 hely. Ha ez nem így lenne, vagy nem lenne sikeres, akkor nem jelentkeznének ide a vállalkozók. 155-en jöttek olyanok, akik már többetszerre vannak itt, 45-en vannak olyanok, akik újak. Reméljük, hogy amellett, hogy mindenki jól érzi magát, hasznosan is tölti el ezt a hétvégét itt Mezőkövesden. 2015-től gondolkozunk abban, hogy gazdasági módon, lehetőségekkel is támogassuk a határon túli magyarságot, annak érdekében, hogy ne kelljen az embereknek elhagyniuk a szülőföldjüket ahhoz, hogy a családjukat el tudják tartani. Hiszen látjuk azt, hogy itt Közép-Európában, a Kárpát-medencében mindenütt annyi munka van, hogy igazából nem győzzük ezt a munkát, és itthon is normális módon lehet vállalkozni, illetve az emberek meg tudják keresni azt a pénzt, amivel a családokat el tudják tartani. Emellett az intézményrendszert is bővítettük, fejlesztettük, a bölcsödétől egészen az egyetemi hálózatig. Hát remélem azt, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve egyre több ember mondja azt, hogy nem érdemes elmenni a szülőföldjéről, itthon akar boldogulni, illetve látjuk a számokat is, hogy sokkal többen költöznek már haza a Nyugat-Európából tengeren túlon, mint ahányan mennek el.